Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, voltos témával tértem vissza, és igen, tudom, hogy van elmaradásom még felétek. Még tavaly ígértem az egyik live-ban, hogy lesz csattanó videó, azt még novemberben vettem fel. Sajnos eddig még nem jutottam el, hogy azt megvágjam, de ami késik, nem múlik, plusz lesz majd egy utasos sztori videó, azt még nem vettem fel, de hamarosan azt is fogom nektek prezentálni, reményeim szerint. A Pandánál volt hétvégi bónusz Buda 2 zónában. Vállalói műszakot Center Újbuda Észak-Pest zónák valamelyikében 17 és 22 óra 59 között, tehát ez még a... hanyadika van ma? Hát ez még most hétvégére szólt, úgyhogy erről már lemaradtunk. 2023-ban is ajánljál futárt. Az összegek nem változtak, 500 teljesített kiszállítás után 40 ezer forint jár annak, aki ajánlotta a futárt, és annak is, tehát már mint az új futárnak is. Tehát összesen 80 ezer forintot osztanak ki, hogyha elír valaki a bónuszt, tehát az 500 kiszállított címet eléri valaki január 31-éig, akkor 40 ezer forint jár, és nagyjából a Pandánál ennyi. Voltnál meg még ennyi sincsen. Tehát a hírekről ennyit, úgyhogy jöhetnek is a kérdések. Én azt hittem, hogy azért használ sok futár öreg Swiftet, mert azzal kijönnek 5 literes fogyasztásból. Erre itt hallom, hogy 7-7,5 liter. Igen, az annyi, tehát 7-7,5 liter. Hát akkor mégsem merek panaszkodni, a délpesti régiót tolom, és 5,86 literes átlagot tartom hibrid Hondával, és engem még ez is zavar. Gratulálunk neked hozzá. Én továbbra is azt vallom, hogy erre a munkára, hogyha valaki főállásba csinálja, akkor valami ilyen igénytelen autó kell, és nem feltétlen, most még ha egy régebbi hibrid Hondáról is beszélünk, nem feltétlen. De amúgy olyan szempontból meg neked van igazad, hogy mivel én úgy érzem, hogy egyik cégnél se lesz jobb a pénz, még hogyha rá is emelnek az infláció miatt, nem lesz ennek egy különösebb hatása. Ezért az a jó, hogyha minél gazdaságosabb autót használsz futárkodásra. De amúgy a leggazdaságosabb a kerékpár lenne, vagy egy robogó. De hogyha valaki nagyon autós futár akar lenni, akkor igen. Én továbbra is azt mondom, hogy Suzuki, de most jelen pillanatban gazdasági helyzetben amúgy meg a fogyasztás az ugye, ami igazán számít. És azért az jó, hogyha meg tudod oldani 5,86 literből. Undorító egy cég, a Volt sem a kezdő bónuszomat, sem bármilyen karácsonyi bónusz nem fizettek ki. Letagadták, pedig máshol van kezdő bónusz. Ők is hirdették mindenfele. Marad a Panda, de az is Pest, vidék, ég és föld. És akkor erre jöttek itt válaszok, hogy vidék nem éri meg, még Pest közelében sem. Vác, Fót. Fót. Nem is hallottam arról, hogy Fóton van Panda. Lehet, hogy valamelyik zónával össze van kapcsolva. Vác az azt hiszem még olyan, hogy ilyen fixebb órabéres díjazású, vagy ilyen fix órabéres díjazású. Tehát az még amúgy még így megérheti, ma ott még az elég kevés a munka. Voltnál milyen bónusz volt karácsonyra, most néztem vissza, csak plusz címpénzt találtam olyan, mint FP-nél, hogy 150 cím után 15k, stb. Nem a plusz pénzt, automatikusan jóváírják azonnal, nem bónusz formájában. Tessék, már itt is a válasz egyébként, de erre jött is válasz. Starter bónusz, csak azt nem tudtam, 40 vagy 50 ezer, mivel előtte csak pandáztam, ők korrektek voltak, volt meg letagadtam, mindenhol van kezdő bónusz, minden ilyen cégnél. Hát a kezdő bónusz, pont az előbb beszéltem a kezdő bónuszról, mondjuk az a fajta bónusz, ami után ugye, tehát hogyha valakit ajánlasz a céghez, azután kapsz pénzt, meg az is, aki jött a céghez. Tehát mondjuk a kettő nem ugyanaz, mondjuk ilyen igazi starter bónuszról én sem nagyon hallottam tavalyi évben se, idén meg főleg nem. Szia, láttam gyalog futárt is, mik lehetnek ennek az előnyei, vagy miért nem jött létre ez a számomra új kiszállítási mód? Vagy miért jött létre, bocsánat, nem miért nem jött létre, miért jött létre gyalog futárt? Én még nem láttam így gyalogos futárt a Pandánál vagy a Voltnál. Van ez a Viddel nevezetű cég, ahol egy ilyen emberméretű táskát pakolsz a hátadra, ami tele van ilyen apró kicsi csomagokkal,
és ott mondjuk kapsz címpénznek akár ilyen 300 forintot vagy 400 forintot, most nem tudom, hogy ott konkrétan mennyi, de ott ugye tele van a ilyenkor a puttony, és mondjuk ilyenkor olyankor az a jó, hogyha egy mi az? Egy lépcsőházon mondjuk kiszorsz egy 10 csomagot, mert ilyenről már hallottam ilyen különböző fórumokban, de én a két főbb cégnél, tehát a Pandánál meg a Voltnál nem hallottam ilyenről. A Pandánál volt elvileg ilyen, vagy hát az applikációban van ilyen, hogy beállíthatsz gyalogost, de egyszer ezt elmagyarázták nekünk, mondjuk ez azóta változhatott, de akkor azt mondták nekünk, hogy ez azért van, hogyha már csak mondjuk egy címed van hátra, és lefingik alattad a bringa, a robogó vagy az autó, és már csak egy cím, és közelben van az a cím, és ki tudod vinni, akkor így meg tudod oldani, és akkor átváltasz gyalogos módba, és akkor más lesz a díjazás. De én konkrétan gyalogos futárt nem láttam. Szerintem centerben sem annyira jó, mert azért ott is kaphatsz olyan címet, ahova még viszonylag rövid, de ugye BKV-val mész, mert ugye, hogy időben jó legyél, de úgy tudsz BKV-val menni, hogy kétszer átszállsz. Tehát nem biztos, hogy az annyira jó. Ünnepek alatt találtam ki, hogy jó lenne valami szabadabb munka, fix munka hely mellett. Megláttam a Voltot, és nosza, hát ha jó lesz, túl vagyok a negyedik napon, kocsival nyomom délpesti régióban. Munka változatos, és tetszik az a szabadság benne, hogy én döntök a munkaidőmről. Még nyilván a tanulósabb időszakomban vagyok. Olyan hosszú címeket szoktam kapni, hogy képtelen vagyok egyelőre az óránkénti címet kettő fölé vinni, se baj. Nem feltétlen ez lesz a lényeges, hogy most óránként kettőt kivigyél, ha azzal a kettő címmel jól tudsz keresni, akkor az teljesen jó. Azt látom az eddigiek alapján, hogy ezt a futármunkát csak úgy szabad csinálni, amire igazából kitalálták meglévő, amire igazából kitalálták meglévő normális fizetést adó bejelentett munka mellett mellékállásként. Ugye én ezt már mondtam hetekkel ezelőtt, hogy így fogja megélni igazán. Számolgattam így 4 nap után adózások, költségek, stb. Terén, és úgy látom eddig, hogy főmunkaként itt hozni kéne minimum havi 700 címet, hogy mindent levonva korrekt összeg jöjjön ki. Ahogyan az előbb is mondtam, én például ezeket soha nem címben mértem, mert főleg a Volt esetében, hát volt, hogy tehát mondjuk, hogyha kaptam egy Rahedli hosszú címet, akkor igen, egy órában mondjuk kivittem kettőt akár, hogyha olyan hosszabb volt, mondjuk gyárak becsésről gyára kellett átmenni, meg vissza, és akkor utána még egy gyár, és utána elmenni egy étteremhez, vagy még mellette még felvenni valami más. Tehát volt olyan, hogy a kettő cím volt csak meg, de amúgy meg jól jártam, mert jól fizetett rá. Plusz mondjuk, hogyha még egy ilyen bónusz időszakot, ilyen plusz 200 forintos időszakot betalálsz, akkor az a két cím is elég lehet amúgy. Ne felejtsük, hogy az autók az iszonyatos pesti utakon komolyan amortizációt szenvednek el, ami költségeket hoz magával. Nekem van kis előnyöm, mert szerelőként melózok, tehát ezt tudom olcsóbban megoldani. Ez már mondjuk egyébként tényleg fél siker. Ja, aki akar ilyen téren spórolni, verd a futójavítások, karbantartások, gimizás, futóműjelentés, stb. Az nyugodtan írjon. Amúgy, hogyha küldesz egy e-mail címet, akkor majd beírom a leírásba. Szóval szerintem nagyon vérprofinak kell lenni ahhoz, hogy egy ilyen melóból valaki jól tudjon hosszú távon megélni. Én kezdésnek kitűztem a havi 250 címet munka mellett, az ha megvan, akkor én már elégedett leszek. Azt meg nem értem, hogy miért nem kaptam ideig egyetlen párhuzamos kiszállítást sem, pedig azzal lehet jól haladni, ahogy hallom, az autósoknak nem jár annyira, vagy próbáljam ki becsést, vagy tényleg szerződjek a Pandához is. Egyébként lehet, hogy csak rosszul van beállítva. Ezt az applikációban mindjárt meg is mondom neked, most így fejből nem tudom, de azt külön be kell állítani. Azt tudom, hogy az a lényeg, hogy ne legyél elhúzva, hogy műszakban vagy. Tehát amikor offline... Tehát amikor offline vagy, akkor ott van az a három pöttyös, három vonalka oldalt, beállítások és szállítási mód, és beállítod, hogy párhuzamos szállítások vagy címenkénti üzemmód. Én úgy tudom, hogy amúgy gyárilag a címenkénti üzemmódra van rakva, és lehet, hogy ez a baj, ezt állítsd át, és akkor az segíthet neked. Úgyhogy igazából itt most nagy újdonságot nem mondtál, nagyjából nekem is így jött ki ez a matek. Én úgy vagyok vele, hogy ez tényleg igazán mellékállásban éri meg, mert akkor lesz az, hogy nem fásulsz bele ebbe az egészbe. Mert hogy ezt főállásba csinálod,
még bringásként is, hogyha mit tudom, nyilván, hogyha szeretsz bringázni, akkor ezt az elején, vagy hát akár egy pár hónapig lehet azt mondani, hogy hát ó, én imádok bringázni, és még pénzt is keresek, hogy mennyire király, csak aztán amikor felülsz a, ahogy szokták mondani, a szopó rollerra, akkor hát és szarcímeket kapsz, mit tudom én, Budán hegyre kell felmenni, elfáradsz, szétmegy a bringa, vagy valami, és emiatt szívás van, vagy lebetegedsz, mert az egy bringásnál azért meg lehet az, hogy megfázik, vagy valami, vagy balesete lesz, kívánom, hogy senkinek ne legyen balesete, úgyhogy ott azért benne van a pakliban az, hogy lerobbansz, és akkor meg már annyira azért nem jó. Úgyhogy én azt továbbra is azt mondom, úgyhogy mellékállásban ez igazi. Sajnos én is elköszöntem Vecséstől, nagyon szerettem, de a délpesti zóna olyan jól fizet jelenleg, hogy sokkal jobban megéri kint lenni. Én már megszoktam az összevonást, szerethető. Ugye kaptam ezzel kapcsolatban kritikát, hogy hát nem is feltétlen kritikát, de volt itt egy ellenvélemény, hogy én azt mondtam, hogy a délpesti zóna az olyan, hogy a Pandánál, hogy ugye az összevonások után, hogy ott jól lehet keresni, mert én ezt hallottam vissza. És ugye erre jött egy ilyen ellenvélemény, hogy hát azért az annyira nem így van, hogy nagyok a távolságok, meg mondjuk annyira, hogy még nincsen képben a bizonyos területekkel, de itt is egy pozitív vélemény ezzel kapcsolatban, hogy már megszokta az összevonás szerethető, és hogy jól fizet. Egy 4,5 méteres dízel autóval dolgozok, mivel per pillanat nincs más, de hamarosan remélem lesz egy kisebb is mellé. Hát igen, érdemes lenne. A legutóbbi hétvégén összejött boravalól együtt 100, hétvége alatt 100 000 forint. Na, hát az jó lehet, ez mentem 360 km-t két nap alatt. Az még annyira egyébként nem is sok, a 360 két nap alatt. Nekem volt olyan azért, hogy csak Vecsés, és akkor még a kicsi Vecsés zóna volt, tehát nem volt hozzácsapva a gyál, meg nem volt még Kispest fele elhúzva a zóna, és simán elmentem 200 km-t egy 10 órás műszak alatt. Úgyhogy ahhoz képest ez a két nap alatt 360, az teljesen jó. Egy 9 óra 41 perces műszakon volt, és egy 13 óra 16 perces, ha levonom az üzemanyag költségét, szerintem így sem jártam rosszul. Számoljunk nagyjából egy 24 liter prémium gázolajat. Ennyibe került az a hétvége, a többi az enyém járműkopás, nem nagyon tudok számolni, mivel ha valami elromlott, megjavítatom. Nyilván gyilkos üzemmód egy modern turbó dízelnek. Hát az biztos. Nekem egyébként volt olyan, vagy velem volt olyan, hogy én ezzel az autóval Ford Transit-tal futárkodtam, amikor éppen a Suzuki le volt pukkanva, és bírta egyébként, megcsinálta akár a 9 órás műszakot is az autó, de azért hát, hogy mondjam, mintha a tökömet húzták volna, tehát nem erre találták ki ezt az autót, és tényleg a modern turbó dízeleseket, azokat nem hiszem, hogy erre találták ki. Hello, a Volthoz vagy partnercége, vagy egyéni vállalkozással lehet csatlakozni, egyéni vállalkozóként, vagy 100 000 forint az adó partnercége, és ilyen kemény adót kell fizetni. Egyéni vállalkozóként valóban ilyen 100 000 még az elején, de amúgy utána ez melyik mehet majd fel, de hát ugye ez attól is függ, hogy mennyit melózol. Szerintem ezzel mondjuk egy mellékállásosnál azért 100 000-et havi szinten nem fogja elérni. Partnercégnél nem tudom, hogy hogyan működik ez az egész, mert a partner cégekkel kapcsolatban még a különböző fórumokon is lapítás van, tehát nem nagyon beszélnek arról, hogy hogyan működik, mint működik. Amit én hallottam, hogy állítólag ott úgy van, hogy műszakot foglalsz, de nem a Volt applikáción keresztül, hanem nyilván a cégen belül így van mondjuk egy ilyen felület, ahol lefoglalod azt, hogy te mit tudom én 10-től délután 6-ig ott leszel, és akkor 10-kor elhúzod, és 6-ig ott kell lenned, és de amúgy a fizetés részét azt nem tudom. Valószínűleg én nem hiszem egyébként, hogy jobban kijön a matek. De tényleg, tehát én nem tudom elképzelni, hogy jobban kijön a matek. Maximum, hogyha ott valami fix órabér van, ugye, amit fizet a cég, akkor amikor nincsen cím, akkor nem ingyen malmozol, mint mondjuk azok a voltos futárok, akik egyéni vállalkozóként vannak, vagy működnek. Van itt olyan, aki autóval tud tartani Budapesten egy legalább 2-5-ös óránkénti kiszállítási átlagot Voltnál. A 3 meg aztán főleg értelmezhetetlen számomra, sőt nálam a 2 alatti átlag az, ami állandó.
hosszú 4-6 kilométeres szállítások, mellé a dugó, az étteni várakozás, parkolóhelykeresés, aztán a kapu megtalálása, stb. Aztán ott vannak azok a rohadt várakozások a címekre, még a kettes átlagot is nagyon nehéz tartani, mert ha kezdene beindulni, akkor egyből jön egy 20 perces üres járat, van, amikor 45 percig sem kapok címet. Pandánál is vannak ilyen hosszabb üres járatok, amikor csak vártok a címekre. Ez egyébként ugyanaz az ember, aki előbb, vagy korábban azt írta, hogy amúgy tökre szereti ezt az egészet, és tetszik benne a szabadság, meg ő dönt a munkaidejéről. Hát úgy látom, hogy azért sikerült itt a tutiba is bele tenyerelni, és megtapasztalni, hogy valójában milyen ez a munka. Nagyjából leírtad itt egy napját a futárnak. Tehát az, hogy nyilván Vecsisen is volt olyan cím, amit nehezen lehetett megtalálni, főleg az elején, tehát hogy ilyen ipari területre betévedsz, és ilyen kicsi táblára vannak kiírva a cégek, ugye nagyon sok cégnek csak a székhelye van ott, és ugye azt is fel kell tüntetni, és ezért keresett, hogy merre kell menni. Volt, a kedvencem az volt, amikor a portás se tudta, hogy hol van az a cég. Tehát, na mindegy. Érdekes. Szóval igen, ilyenekkel lehet tudni menni. Az idő, az étterni várakozás az meg ilyen. És régen ugye ez úgy működött, hogy negyed óra után, ugye? Azt hiszem úgy volt, hogy negyed óra után ledobhattad magadról a címet, és járt érte a címpénz. És utána vártad a következő címet, és a mázidolt ugyanabból az étteremből volt, és nekünk volt olyan, hogy egymás után 4 címet is ledobtunk, mert annyira meg volt ott csúszva az étterem, hogy ledobáltuk a címet, megkaptuk a másikét, ledobtuk azt is, mert nem lett kész addigra se, kaptunk egy másikat. Szóval azért, és akkor ugye így lehetett pénzt csinálni, tehát milyen pénz, ez nem pénzkeresetnek, ezt pénzcsinálásnak hívtuk. Most viszont meg már másként van, mert hiába dobod le a címet, nem jár érte a címpénz. Mert amúgy tényleg voltak olyanok, akik direkt visszaéltek ezzel, és be se ment az étterembe, hanem megvártak kint a negyed órát, és ledobatta magáról. Benne ugye kereshették a futárt, nem volt ott. És akkor így a végére egy cikket hoztam nektek, az Indexen megjelent egy, hát nincs 24-ről, megjelent egy cikk, és szakmával átlag felett lehet keresni, teljes és részmunkaidőben is, és hát itt rögtön egy voltos futárt mutatnak. Ugyanis ők felvették a kapcsolatot, a két nagy céggel, itt a Foodpandát emelik most ki. Óraszántól függően átlagosan nettó 250 és 600 ezer forint között vihet haza egy futár. Nettó 250 és 600 ezer forint között, óraszámtól függően átlagosan. Értitek? Tehát, hogy én nem tudom, tehát hogyha a 600 ezer nettót nézzük, most melyik nyilván nem írják le, hogy ez valószínűleg ugye talán akikre igaz lehet, ugye azok a bringás futárok, mert neki nincsen üzemanyag költsége. De ugye az autósnál ez nem játszik, ez a 600 ezer nettó. Én kizártnak tartom egyébként, hogy mondjuk főállásban valaki 600 ezeret hazavigyen. Részmunkaidős futárként heti 20-25 órában akár nettó 250 ezer forint is hazavihető. Ezekkel a kijelentésekkel amúgy az a probléma, hogy amúgy ha a szöveget értelmezzük, akkor rendesen le van írva. Le van írva az, hogy ez akár lehet ennyi is, átlagosan ennyi. Szóval, de ugye mit lát ebből az ember? 20-25 óra munkával 250 ezer forint. Hát ez teljesen jó. Azt mondják, hogy futárkodni főtevékenységként továbbra is megéri, melléktevékenységként pedig a legtöbb szakmánál jobban megéri. Ezt amúgy a Foodpanda közölte. Nem véletlen, hogy a megnövekedett megélhetési költségek mellett egyre többen választják a részmunkaidős futárkodást. Ennél is jobban megéri a kiflip.hu-nál futárkodni, ugyanis átlagosan nettó 500 ezer és 1 millió forint forintot lehet havonta hazavinni, ami nagymértékben függ a vállalat munkanapok számától és a kiszállítás minőségétől. Azt mondják egyébként, és nekem ez egy kicsit fura, mert én nem ezt hallottam vissza, hogy a gazdasági helyzet se befolyásolta a rendelés számot, ők ezt mondják. Én viszont amit a futároktól hallok, meg amit a különböző csoportokban is olvasok, régen nem nagyon, amikor én aktívan futárkodtam, nem nagyon írtak ki olyat, hogy
hogy miért nincsen rendelés. Talán amikor ilyen ünnepnapok voltak, akkor volt olyan, hogy valaki kiírta, hogy hát itt állok már nem tudom hány perce a mit tudom, milyen téren, és semmi rendelés nincsen, de mostanában egyre többet olvasok ilyet amúgy, és én nem hiszem egyébként, hogy ne csökkent volna a rendelés szám. Ők ezt állítják, itt azt mondják, hogy a Volt az ráadásul folyamatosan veszi fel az új embereket, hogy a rendelés számot, a folyamatosan növekvő rendelés számot le tudják követni. A Kiflinél nem vesznek fel most új embert, a Panda meg azt nyilatkozta, hogy kurva jól lehet keresni. Szerintem ezt az indexes cikket majd be fogom linkelni, hogyha nem felejtem el. Úgyhogy ennyit szerettem volna ebben a videóban, én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet mindenkinek, vigyázzatok magatokra, jó munkát, sok címet, sok jattot, sziasztok!